95-8 Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, szóval évekkel ezelőtt, sok-sok évvel ezelőtt volt egy ötletet, hogy mi lenne, hogyha lerántanám a leplet a budapesti luxus szállodákról. Aztán kicsit később, pár évvel később tovább vitted ezt a bizonyos gondolatot, és kiterjesztetted a Budapestet egész Magyarországra. Igen, ez így történt. Annyi volt az ötletem, hogy először is elmentem olyan helyekre, ahol külső emberként, kívülállóként nehéz bejutni, és az egyik ilyen szintér az egy 5 csillagos szállodának volt a luxus lakosztálya. Miért nehéz bejutni? Tehát, hogy bármikor bemehet az ember egyébként egy akármilyen luxus szállodának a halljába, leülhet. Az elnöki lakosztályába azért már picikét nehezebb a bejutás. Ott azért sokkal több pénz kell, hogy legyen az ember zsebében. Igen. Annyi éppen nem volt nálam, hogy ezt így saját zsebből finanszírozzam, viszont érdekelt a szoba története, mert azért ott a elmúlt éveknek igen sok fontos eseménye zajlott le, ott vágta meg magát Bill Clinton, amikor éppen látogatóba volt, ott szállt meg Sophia Loren, amikor a fia esküvét tartották, stb. Összes világsztár, összes politikus, és ezekről akartam beszélgetni az igazgatóval. Ez sikerült is, de bármikor, amikor rátértem volna a kényesebb témákra, és pontosan mi történt itt, és hogyan védik a politikusokat, és milyen kérések vannak, stb., akkor azt mondta az igazgató, hogy a diszkréció miatt most ez nem, ez bizalmas, és ezt sem mondhatja el, és ezt sem mondhatja el, és akkor jöttem rá arra, hogy ha tényleg be akarok látni ebbe a világba, és kíváncsiok arra, hogy milyenek ott a mindennapok, akkor nem tehetem meg azt, hogy leírom, hogy XY igazgató úr 2. ezeket meséli ő, hanem névtelenül kell beszélgetnem nagyon-nagyon sok szakmában dolgozó emberrel. Hogyha ezt átfordítom ezt az egészet, akkor ennek megfelelően ugye alapvetően két dolog merülhet föl bennem. Az egyik az az, hogy akkor fogod magad és az összeszedett információkból kanyarítasz egy akármilyen kis légből kattant vagy pattant sztorit, amiben vannak akármilyen kitalált szereplők és figurák, és az egész egy A-tól Z-ig tartó kis kalandregény, ami egy mondjuk szállodának a luxus lakosztályában játszódik, vagy a másik egy olyan interjúkötetszerűség, ahol egyébként névtelenül az általad megkérdezett riportal elmondják, hogy akkor mit éltek át, és akkor azt leírod, hogy kb. Így zajlik az élet. Ha nem is interjú formában, én a második verziót választottam. Beszélek nagyon-nagyon sok emberrel, tényleg az igazgatótól, a recepcióson át, londiner, szobolány, mindenki, aki ebbe a világba érintett, és az ő történeteiket összegeztem könyvben, és semmifajta kitaláció nincs ehhez hozzáfűzve. Az én fantáziám nem működött ezekben az esetekben, mert hogy a riportanyok szállították a történeteket. Méghozzá olyan történeteket nyilván, amiket az ember el sem hinne, és leírni is, meg meghallgatni is. Az ember úgy csinálja, hogy tényleg ilyen előfordulhat. Persze, az élet a legjobb rendező, és erre újra és újra rá kell döbbennem a könyvek írása közben. Így kezdtük valamikor, nem tudom, egy pár perccel ezelőtt, egy 4 perccel ezelőtt, hogy bementél, és akkor megkérdezted, hogy történt, hol szállt meg, mi történt vele, mit evett, stb. Ezek nyilván közérdekű információk, tehát hogy az ember, hogyha kicsit utánaolvas jobban, vagy rákeres az interneten, akkor megtalálja, mert ezek kiadható információk. Azokat az információkat csak úgy adták ki, vagy egyáltalán hogy adták ki, amiket egyébként, tehát ők tudnak, viszont senki másnak nem árulhatnak el, nyilván a titoktartásból kifolyólag. Tehát, hogy valami ráhatás csak-csak kellett. Ez nagyon nehéz dió volt, és ahány könyv, annyi fajta módszer. A luxus hotelek esetében nehezen indult el a dolog, és nagyon a riportanyag bizalmába kellett férkőznem. El kellett nekik mondanom újra és újra, hogy nem lesz ebből bántódásuk, nem lesz benne a nevük a könyvbe, és hogy nem lehet majd visszavezetni rájuk a történetszálát. Ez rettentő fontos volt. Most a második kötet esetében sokan maguktól jelentkeztek, mert látták, hogy az elsőből nem volt ilyen személyi problémája senkinek, és úgy voltak vele, hogy ha már erről az iparágról, az ő szeretve utált iparágokról valaki ír, akkor az lehetőség szerint legyen már hiteles, és legyen benne az ő történetük is. Vagyis csak az első volt nehéz, tehát hogy mihelyest megtört a jég, vagy feltörött a dió, tehát hogy valaki elmondta, az első ember elmondta a sztorit, akkor utána már a többiek nyilván könnyebben álltak ehhez a bizonyos dologhoz. Igen, de azért így is nehéz volt. Volt olyan riportolom, aki konkrétan üldözési mániás volt szerintem. Ő megállás nélkül felfedezni vélt valakit a kávézóban, akit ő ismer, és esetlegesen így lebukhat.
meglás nélkül az motoszkált a fejébe, hogyha most elmondja ezt a történetet, ezt rajta kívül ki tudja még, és hogyha azt tudja, akkor esetleg nem kerülhet-e ő is szóba. Szóval nagy matekozás volt. Ennek megfelelően, hogyha valaki egy, nevezzük szimplán átlagembernek, bemegy egy akármilyen luxus szállodába, akkor ő tökre nem fogja tudni, hogy éppen most miről van szó, vagy mi történik, de gondolom, hogyha valaki benne él ebben a világban, tehát hogy ne adj Isten, még mondjuk interjút is adott neked, akkor ő pontosan tudni fogja, hogy akkor melyik rész szól róla. Persze, ez egy zárt kör. Olyan levelet is kaptam, hogy él a sztori, ez velem történt meg. Ugye az illető úr velem nem beszélt soha, viszont visszaolvasta a saját történetét valahonnan. Ez egy rettentő zárt kör, azért akik a luxus szállodában dolgoznak, az ennek a szakmának egy igen felső kategóriáját teszik ki, és ők azért ismerik egymást. 10-20 éve, mindenki tud mindenkiről, egy kicsit belterjes ez a közeg. Ez annyit is jelent, hogy a különböző luxus szállodák a könyvben leírt sztorikról pontosan tudják, hogy ha nem az ő hotelükben, akkor melyik másik hotelben vagy szállodában történt, vagy történhetett az az esemény. Elképzelhető, hogy tudják, de vannak olyan típus történetek, amik azért előfordulnak újra és újra és újra, és mindegyik hotelben megtörténtek ilyenek. Itt ülünk egy ideje a stúdióban, és még nem mutattalak be ideje, hogy megtegyem, szóval hölgyeim és uraim, velem szemben a stúdióban Kordos Szabolcs, író, újságíró, a közelmúltban látott napvilágot, a legújabb könyved, ami egyébként már a második része az évekkel ezelőttinek, Luxus Hotel Hungary 2 vagy 2.0. Az alapötlet egyébként sok-sok évvel ezelőtt az hogy jött? Tehát, hogy nem tudom, sétáltál valahol Budapesten, megláttad az egyik luxus szállodát, és azt mondtad, hogy ide én nagyon szívesen felmennék az elnöki lakosztályba, vagy szeretném tudni, hogy ott pontosan mi történik, hogyha valaki ott van. Úgy jött az alapötlet, hogy írtam egy könyvet, és megpróbáltam elkalauzolni a vendégek, az olvasókat olyan helyekre, ahova nem juthatnak el maguktól. Ilyen volt például a miniszterelnöki dolgozószoba, a metró alagút, stb. Ezt én értem, de benned, tehát hogy a fejedben hogy jött az alapötlet, hogy akkor én most a luxus szállodákat pécézem ki. Ja, az teljesen magamtól, mert hogy én erre kíváncsi voltam erre a világra. Újságíróként nagyon sokat jártam különböző luxus szállodákba, ott sztárokkal interjúkat készíteni, rájuk várni különböző politikusokkal, és mindig úgy éreztem, hogy akik ott dolgoznak, azok kiváltságosok. Akik olyasmiket látnak, és most ugye a 90-es évekről beszélünk még, amikor ezeket a impulzusokat én kaptam, hogy ők a nyugathoz tartoznak, és egy olyan millióben mozoghatnak, ami teljesen egyedi és különleges. Nekem egyszerű kívülállónak fogalmam nincs, hogy igazából mi történik a világban, az ő világukban. És ezért voltam rájuk kíváncsi. Hát, vagy legalábbis engedd el a fantáziát, hogy szerinted mi történhet ott, vagy mindenki elengedheti a fantáziáját. Igen, az nem ugyanaz. Igen, de gondolom én, hogy a lehető legmeglepőbb, vagy a lehető leglégből kapott sztorik, amik az embernek az agyában megjelennek, az nyilván mind megtörténik ott a különböző luxus hotelekben. Meg és még azon túl is. Na, velem szemben a stúdióban, a mai Slágerkultban, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en Kordos Szabolcs író, újságíró. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Sláger FM. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Kordos Szabolcs, író, újságíró, a közelmúltban látott napvilágot, a legújabb könyved, a címe az, hogy Luxus Hotel Hungary 2.0. Pár évvel ezelőtt jelent meg az első része, és abban még csak hát budapesti luxus hotelek voltak, és akkor ezt most kibővítetted, és most már vidéki szállodák is vannak benne, meg wellness hotelek, stb. Stb. Na most, hogy indult a történet? Tehát, hogy végigjártad a Szamárlétrát, mert ugye beszéltünk róla valamikor pár perccel ezelőtt, hogy igazából ez egy interjú kötet is lehetne, de nem az, hanem azért mégiscsak át van alakítva, és nem egy regényről beszélünk, tehát nincs felfűzve egy akármilyen előre kitalált sztorira, hanem amit tényleg elmondtak neked azok, akikkel beszélgettél, azt írtad meg. Na de, így akkor bemegyünk, és akkor kezdjük a Londinerrel, aztán folytatjuk a recepciósal, és felmegyünk egészen, nem tudom, a luxus lakosztály tetejére, és még a fölé is egyel, és akkor a direktornak az irodájába is bementél, és ott is kérdezgettél? Igen, mindenki, aki csak él és mozog a luxusszállodák környékén, szobalánytól az igazgatóig, velük én szóba álltam, ők is szóba álltak velem nyilvánvalóan, és ezekből gyúrtam össze a történetet, hogy minden aspektusból
Lássuk. Nyilván, hogyha az igazgatóra gondolunk, akkor az a képzetünk van, hogy ő mindenről tud, ami a szállodában történik. Gondolom, hogy ez azért még sincs így. Tehát... Fogalma nincs. Mikroszinten nézve fogalma sincs, ő a nagy számokat tudja, hogy most éppen jól állunk, vagy rosszul állunk, és ezen kívül pedig nyüzsög alatta egy kis mikrovilág, amiben mindenki próbálja keresni a helyét, és kialakulnak a kasztok egy kicsikét, hogy te csak ezen a szinten lehetsz, te a másik szinten vagy, most mi az étkezőnek ezt az oldalát foglaljuk el, ti azt az oldalát foglaljátok el, és vannak aprócska kis stiklik, kihágások, kedvezmények, amiket adnak a vendégeknek, amikről fogalma nincsen. Aki a legközelebb áll ahhoz, hogy ezt átlássa, az talán a főportás. Mert hogy ő azért rálát több területre, és ezáltal jobban képben van. Hát a főportás egyébként ő a bejáratnál van pont, tehát hogy ő annyit lát, hogy akkor valaki megérkezett, vagy valaki éppen távozik a szállodából, meg hogy mi történik a lobbiban. Nem, azért neki ennél sokkal nagyobb a hatalma és a feladatköre. Gyakorlatilag azt hívja az ember, hogy ez a recepciós. A recepciós, tehát van a front office manager, és általában ő az, aki az egész front office-t, ahol megszólaltott a recepció és a porta is irányítja, de jobb esetben van egy nagyhatalmú főportás, és ez volt a klasszikus felépítése egy ódivatú luxus szállodának, aki egy kisebb fajta ilyen, most csúnya szóval élek maffia főnökként, de talán ezt nem veszik sértésnek, irányítja a dolgokat. Igen, igen, és akkor ő pontosan tudja a housekeeping, tehát a szobalányok mit művelnek, hogy a londinek, bolyok mit művelnek, hogyan működik a bár, és ott esetben még rálátása van, bár nem az ő területe általában, az éttermi kávézó részre is. Na most, hogyha belegondolok egy akármilyen hotelbe, nem kell feltétlenül luxus hotelnek lennie, egy akármilyen hotelbe, akkor ugye a londinernek a feladata az, hogy megfogja a bőröndöt és beviszi, vagy kihozza. A főportásnak a feladata az, hogy kinyitja az ajtót, ő esetleg segít, megmutatja, hogy ott a recepciósnak a feladata az, hogy akkor tessék ide beírni a nevet, tessék aláírni, ilyen meg ilyen számokra van még szükségem, a takarítónők pedig takarítanak. Ezzel együtt, tudva ezt, vagy látva ezt, nyilván csomó minden más történik a kezük alatt. Ó, remélem, tehát a főportásnak, és általában a portásoknak ugye az a feladata, hogy leszervezzenek mindent, programokat ajánljanak, túrákat, az összes ügyes-bajos dolgával a vendégnek törődjenek, és ezek az ügyes-bajos dolgok azért elég széles kelámozóhatnak tekintve, hogy egy luxusszállodában tényleg minden megkapható, és tényleg minden eladó. Mit jelent az, hogy minden megkapható, és minden eladó? Voltak annak idején portások, ez még a 90-es években volt, akik hatalmas nagy bizniszeket ütöttek nyélbe, mai összegbe átszám milliárdos tételeket dolgoztak föl, egész egyszerűen bejött a külföldi vendég, még nem volt meg neki az a kapcsolatrendszere, ami most már azért persze más, és azt mondta, hogy én vasat árulok, és most kezdem a szárnyamat bontogatni a magyar piacon, hozzon engem össze valakivel, aki ilyet vásárolna. És mivel volt nagy respektje annak idején ezeknek a szállodáknak, hogyha valakit felhívott az ottani portás, na én vagyok itt a főportás, itt van egy úr, aki eladna ennyi vasat, általában kapcsolták ott a főnököt, mert tudták, hogy most egy fontos ügyfél lehet, hogyha ott száll meg. Nyilvánvalóan vannak ennél sokkal sikamlósabb történetek is, amikor az illető vendég akár bulikat szervezne, nagy Isten, örömlányokat akarna. Vannak egész elképesztő kérései, hogy most neki 4 millió forintért szívecskés lufikatkal tömli a szobáját. Ilyen kérés is volt. Ha elveszik mondjuk egy vendég, mert volt én is, hogy elnyelte a budapesti éjszaka, és tizen indultak a nyomára, akkor ezt kell elintézni. Hogyha pedig egy olajmágnás csapbulit az elnöki lakosztályba húzod magával, és valahogy ezt el kell simítani ezt az ügyet, mert a többi fizető vendég pedig mind a 250 emiatt tiltakozik, akkor ugye kecske és káposzta is.
Ez is a főportás feladata. Azt hinné az ember, hogy vagy legalábbis magamból indulok, hogy elmegyek egy hotelbe éppen valahová, akkor én ott megérkezem, becsekkolok, és akkor pihenek, esetleg wellnesselek, aztán utána eszem valamit, lehet, hogy megiszom valamit a minibárból, aztán kicsekkolok másnap, vagy két nappal később, és oda megyek tovább, és nem csinálok semmit. Hát, az egyszerű vendégek szerint, igen. Sok ilyet kívánnak maguknak a szállodások, viszonylag kevés ilyet kapnak. Ennek megfelelően akkor az, amit mit tudom én, az amerikai filmekben lát például az ember Las Vegas, hogy elmennek akkor Las Vegasba, és akkor buliznak egy hatalmasat, még mielőtt egyik ember megnősül a sok közül, és ott mindent megtörténik abban a bizonyos lakosztályban, vagy nem tudom, például a Másnaposok című filmben, akkor az egyébként ebben a bizonyos csillogó világban könnyen előfordulhat? Persze, persze, persze. Nem csak, hogy a csillogó világ miatt, hanem azért is, mert az emberi természet olyan, különösen, hogyha külföldön van, és egy kicsikét úgy az átlagtól, az átlagos napokból kiszabadul. És ez teljesen igaz arra a vendégkörül is, aki a két csillagosban van, és arra is, aki az öt csillagosban, csak legfeljebb más a merítés, persze, nyilván ki lehetőség. A zsebébe nyúlni, és akkor mennyi pénzt szán el. Általában hajnal kettőkor azt mondják az éjszakai recepciósok, hogy akkor szokott elszabadulni az őrültek háza a szállodában, és akkor történik minden. Hát a hajnal kettőkor én a szállodában egyik oldalamról a másikra fordulok. És mondom, sok ilyen vendéget kívánnak maguknak, de ezzel szemben a realitás az, hogy mondjuk wellness hotelben simán előfordul az, hogy egy csapatépítő tréningen az egyik vendég, egy magyar vendég még úgy döntött, hogy kipróbálja a tűzoltó készüléket, és ezzel telifújta a teljes negyedik emeletet. Több milliós kárt okozva ezzel, vagy hogy mondjuk egy világsztár, aki a többi éppen Budapesten forgató világsztárt oda rendeli magához, vagy meghívja őket magához, és már csak azt veszik észre, hogy az emeletről röpülnek a borosüvegek, és hatalmas dinomdánon van, amit megint csak el kell simítani, hiszen mellette pedig ott van a több tucat vezérigazgató és más egyéb fontos ember. Vagy valaki éppen rátűr az őrjönkhetnék. Ezek mind-mind megtörtént. Ezek megtörténtek, persze. Mindjárt jobban belemegyünk ezekbe a sztorikban, hiszen egyébként megírtad ezeket, vagy legalábbis először megbeszélted a megfelelő emberekkel, utána megírtad ezeket, megjelent a legújabb könyved, a címe az, hogy Luxus Hotel Hungary 2.0 vagy második rész. Szóval velem szemben a stúdióban, a mai Slágerkultban, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en Kordos Szaborcs, író, újságíró, jövünk vissza hamarosan és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Kordos Szabolcs író, újságíró, a közelmúltban látott napvilágot a legújabb könyved, a címe az, hogy Luxus Hotel Hungary 2, vagyis a második része, pár évvel ezelőtt jelent meg az első, és ebben egyébként feldolgozod a budapesti luxus hotelek világát, a titkot lerántod arról, hogy mik történnek, vagy történhetnek ott éjszakánként, amikről egyébként nem gondoljuk, hogy megtörténhet, de mégis megtörténik. A második rész, ami a közelmúltban látott napvilágot, mert hogy az előzőben a budapestieket vetted górcső alá, a másodikban pedig már elmentél vidékre is. Na most akkor, milyen sztorik vannak, milyen meglepő sztorik vannak, az imént már belecsaptál egybe kettőbe, hogy akkor egy világsztárot éppen megszáll, és akkor az összes Budapesten forgató világsztár már 3 órával később ott van nála, és akkor boros üvegek repülnek, meg volt olyan, hogy valaki fogja magát, és akkor a porraoltót kipróbálta, stb. Stb. Mi volt a legeslegmeglepőbb, amire még te is azt mondtad, holott már megírtál egy könyvet ebből, hogy ilyen nem létezik. Ez nem lehet megcsinálni egy hotelben. Na ez, amire nem tudok sohasem válaszolni, mert tényleg olyan spektrumon mozognak ezek a történetek. Nekem azt mondta egy éjszakai recepciós, hogy tényleg folyamatosan az éjszakában van, hogy én már megszoktam azt, hogy akit meglátok öltönyben, aktatáskában teljesen konszolidáltan, az 2 óra múlva egy bőrmaszkban látom viszont. És ez a mindennapoknak a velejárója, és akiről legkevésbé gondolnád, hogy ő majd problémát okoz, az okozza általában a legtöbb gondot. Különös tekintette például a svéd nyugdíjas turista csoportra, akikről aztán az semmi rosszat nem felt, és nem is mondhatsz róluk semmi rosszat, mert tényleg érdeklődőek, kedvesek, kulturáltak, minden, de mégis ők meg örülnek például annak, hogyha Budapestre érkeznek, és felfedezik azt, hogy milyen olcsó az alkohol Pesten. És akkor elkezdődik, és nem is az, hogy az olcsó, mennyire könnyen hozzáférhető, stb. És ebből el tud indulni egy őrültek háza,
Volt ilyen vendég, aki több napos tartózkodás után kicsekkuláskor döbbent rá, hogy ő nem Prágában van. Valóban elvezette a fonalat a utazásai közepette, a másik pedig amiatt reklamált, hogy nem látja a dómot az ablakából, és kérdezték, hogy milyen dóm. Hát ő a Kölnire gondolt, ezt valóban nem látta. Ő még ugye elcsúszott, nem biztos, hogy annyira az ital miatt volt ez. Összekeverte ezt azzal. Jó, ahogy említetted egyébként, valamikor 10 perccel ezelőtt mondtad, hogy hát még a 90-es években volt ilyen sztori. Ez azt jelenti, hogy nem csak az elmúlt 5-6-7-8-10 év történéseit írtad meg, hanem hogyha egy főportás mondjuk, vagy egy recepciós már ott van mondjuk 20 éve az adott hotelben, és elmondott olyan sztorikat, amik még 2000 előtt készültek, vagy születtek, vagy történtek meg, akkor azok is beleférnek. Akkor ez igazából olyan, mint egy nem tudom, elmúlt 30 évet felülelő szociográfia a luxushotelek szempontjából? Igen, nem is egy 20 év, hanem annál sokkal régebbre tekintettem vissza. Mind a két könyvben van egy kis retro fejezet, és nyilvánvalóan teljesen más volt a világ akkoriban, úgyhogy azokban a részekben nagyon sok szó esik például a besugókról. Nyilvánvaló, hogy figyelték ezeket a szállodákat, és a munkatársak általában tudták, hogy ki kinek jelent, vagy legalábbis az, hogy ki a beépített ember. Most például beszéltek nekem egy olyan úrról, aki üzletvezető minőségében volt, ez korábban nem létezett ez a pozíció, és amúgy sem kellett semmit sem csinálni, tehát egyértelmű volt, hogy ő a beépített ember, és például nem szólt nekik arról recepciónak, hogy most ő átvizsgál egy szobát. Így aztán az angol vendég, amikor megjött, akkor derékig megtalálta emberünket, amint dobálta ki a holmikat az ő bőröngyéből, és kutatta át a holmiát. Ez az úr később, ugye a lebukás, nem tudja, lebukás miatt-e, vagy más okból, a tény az, hogy 3 hónappal később ő a vízbe fulladt, a Tiszába fulladt. Ez volt az ügynök halála, nem tudni, hogy ez valóban összefüggés van-e. Beszéltek olyan szobákról, amelyeket bekameráztak, lehallgató berendezések voltak, tudták, szóltak nekik, hogy valakiket, akik fontosabbak most a belügy által kellőképpen kidekorált szobákba kell elhelyezni. Voltak olyan vendégek, akik papírt sem kellett kitölteni, megjött a belügy, és mondta, hogy akkor ezt a kulcsot kéri, innentől kezdve a szállodának nincs ezzel gondja. Volt olyan hírhedt terrorista, aki hónapokon keresztül lakott Budapesten szállodában. Ez a dolognak a másik része nyilván, ami manapság így 2019-ben izgalmasabb tud lenni, az az, hogy akkor megjelennek a különböző világsztárok, vagy azok, akiknek annyi pénz van a zsebükben, hogy ki tudja, hogy honnan szerezték, és akkor bármit megtehetnek. És ahhoz viszont már nem kell semmiféle ilyesmi, mint amit az imént mondtál. Nem. Tehát, nem, hogy az nem. A celeb világ lényegében, az amerikai. Több fegyelem, hogy celeb világ. A celeb világnál az történik, hogy sokkal nagyobb időnként a füstje, mint a lángja. Uh-huh. Tehát akár a piárosok, akár az őket körbevevő emberek egyszerűen túllihegik ezeket a kéréseket. Volt például olyan kérés, azt mondja, Pavarotti volt az elszenvedő alany, akinél a stábja azt kérte, hogy az ablakokat takarják le valamilyen átláthatatlan fóliával, hogy aztán végképpen senki ne tudjon átfotózni rajta, belátni. Pavarotti megjött, és kérdezte, hogy gyönyörű a kilátás, de mi ez a borzalom, amit letakarja? Hát ön kérte, én, hát szedjék már le, hát a napot se látom így. Aztán persze voltak, akik ezeket a dolgokat túlzásba vitték, és a szobai hőmérséklettől kezdve a páratartalmon át a matracot is magukkal hozatták. Volt, aki nagyjából olyan 20-25 millió forint volt a berendezés abban az elnöki lakosztályban. Az Olaszországból hozott fa berakású, nem tudom mitől kezdve a bársonyon, és mondta, hogy na jó, ezt most szépen innen kivisszük, és akkor majd hozzuk a rendes cuccokat, ezt a bóvrit meg tegyék le valóban a pincébe, ahol akarják. Ilyenek azért persze vannak. Volt politikus is, az meg már ugye megint egy külön kategória. Ott a stábja, nem tudjuk pontosan mire használták, mert nyilván államtitok, de egy sátrat állított fel a szobán belül, és azon a sátorban voltak mindenfajta ketyeik. Most ez egy lehallgatás biztos, vagy egy olyan kommunikációt tett lehetővé, ami biztosított vonal, azt már nem tudjuk meg soha. A lényeg az, hogy a sátrat ott volt az elnöki lakosztály közepén. Szóval sztorik vannak Dögivel, és ezeket le is írtad nyilván az
első és a második részben is. Az első rész csak a budapesti luxus hotelek világát hivatott feltárni, a második részben pedig elmentél vidékre. Vidéken az elmúlt, nem tudom, 5-6-7-8-10 évben gumbamód szaporodtak a luxus hotelek. Merre indultál? Ezt tudhatjuk? Keletre, nyugatra, északra? Nem, ott nem. Mindenfelé voltam, ha nem is fizikailag, de beszéltem olyan emberekkel, találkoztam, akik ezeken a helyeken dolgoztak. Úgyhogy mindenfelé, nyilván most már tényleg divattá vált, hogy a hétvégéket bizonyos szinteken ugye már ilyen szállodákba töltsik, csikké vált, úgyhogy ez egy növekvő ipar. Nyilván összevetetted azt, hogy Budapesten mi történt az elmúlt sok-sok évben, mondjuk 2 évtizedben, azzal, hogy az elmúlt, nem tudom, 10 évben vagy 8 évben mióta vidéken vannak ezek a luxushotelek, ott mik történhetnek? Nagyon különbözik egymástól a budapesti luxushotelek és a vidéki luxushotelek világa? Sokkal több a magyar vendég. Vidéken? Vidéken. Ami érthető. És kialakulnak olyan szokások, amelyek csak ezekre a wellness szállodákra érvényesek. Például nagyon sokat meséltek arra a recepciósok, hogy kiszabadulnak, eljönnek egy hétvégére, és bár meg tudják fizetni, hát valószínűleg nem fizetnének sokkal többet is ezek a vendégek, de nagyon vigyáznak arra, hogy lehetőség szerint reggel terítömjék magukat, hogy ezzel is spóroljanak, és akkor ott ülnek 7-től 10-ig a reggeliző asztalnál, és már a gyerek elmondja, hogy ő már tényleg nem éhes, ő már 3 órával ezelőtt sem volt éhes, de azt az utolsó rántotta szeletkit, akkor még edd meg. Ez egy tipikus, ilyen wellness-es jelleg. És a picikét így jobban eldobják az agyukat, mert szabadságon vannak. Úgyhogy volt például olyan történet, ez egy magyar milliárdoshoz köthető, aki megérkezett helikopterrel az egyik kimondottan elegáns szállodába, és a barátnőjével mulatta az időt a medencében, amit egyébként kifizetett, hogy hosszabbítsák meg a nyilván a nyitvatartás, csak ő lehessen ott, és rendelte a pincéket, mondta, hogy nem fog kimenni a pezsgőért, amit hoztak nekik, hanem jöjjenek be szépen a pincérek öltönyben, 2 millió forintot. Nekik egymást néztek a pincérek, és mondta, ennyit bemegyünk. Bemegyünk be a medencébe? A medencébe. Öltönybe. Öltönybe, tálcával a kézben, pezsgő koktél rajta, úgyhogy szépen bemasíroztak is sorban. Velem szemben a stúdióban, a mai Slágerkultban, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en, Kordos Szabolcs író, újságíró, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Kordos Szabolcs író, újságíró. A közelmúltban látott napvilágot a legújabb könyved, ugye ez a Luxus Hotel Hungary második része. Az első pár évvel ezelőtt látott napvilágot, az is a luxus hotelek világáról szól, csak ugye abban a budapesti szállodákat vetted górcső alá, a második részben, ami a közelmúltban látott napvilágot, abban pedig már elmentél vidékre is, mármint Magyarország további nagyvárosaiba, Budapesten túli nagyvárosaiba, és akkor ott is megkérdezted, hogy vajon mi történhet, vagy történhetett az elmúlt években, amik egyébként hát ilyen titokszámba mennek, de mégis név nélkül talán el lehet mondani. Ezen túl egyébként már csomó könyved megjelent, és mindegyikhez odabigyezted azt, hogy Hungary. Ugye írtál a taxisok világáról, írtál a repülőgépek világáról, már úgy repülőgépek, légiközlekedés, igen. Légiközlekedés világáról, a pilóták, a sztjuárdeszek, stb. És mindegyik Hungary. Miért a Hungary sorozat? Azért, mert ezekről a világokról már írtak sokan, sokféleképpen, viszont én a magyar helyzetre voltam kíváncsi, itt a mi kis világunkban hogyan viselkednek, hogyan élik meg a mindennapokat azok az emberek, akik ebben nyaki benne vannak, és hogy miként gondolkoznak, mind a ügyfelekről, mind pedig a saját szerepükről. Úgyhogy ami összekapcsolja ezeket, az, hogy rólunk, emberekről szól. Nem azt mondom, hogy magyarokról szól, mert ugye a luxus szállodában azért szó esik bőségesen, mondjuk indiai esküvőről, vagy más nációk tagjairól is, de azért mégis valamennyire a magyar valóságot hozzák ezek vissza. Persze, sztereotípiák mindig vannak, de általánosítani sosem lehet. Tehát, hogyha elmegy valaki egy, nem tudom, all-inclusive nyaralásra, külföldre, bármere Görögországba, Törökországba, tök mindegy, akkor terülj asztalkám, és akkor együnk annyit, amennyi belénk fér, mert hogy ugye azt, amit befizettünk, le kell enni, vagy le kell inni, de általánosítani sosem lehet. Tehát, hogy mindig van, aki másképp gondolkodik, és akkor azt mondja, hogy akkor
köszönöm szépen, én ismerem a szabályokat, és ennek megfelelően fogok élni. És ezt én nem győzöm hangsúlyozni az összes könyvben, hogy igen, ezek a kirívó esetek, ezek azok az esetek, amik megmaradnak az ott dolgozó taxisok, idegenvezetők, luxushotel munkatársak emlékezetében, mert az átlagos vendégekről, amilyen mondjuk te is vagy adott esetben egy szállodában, nem tudnak ilyen sztorikat mesélni, de általánosítani semmiféleképpen nem szabad. Mik voltak eddig? Ugye a Luxus Hotel első és második része volt, talán a két legutóbbi, de közben volt olyan, hogy az éjszakai élet szórakozási szokásait írtad a le. A felső 10 000 szórakozási szokásairól írtam, taxis világról írtam, idegenvezetők meséltek nekem az ő külhoni tapasztalataikról, magyar utasokkal nyilvánvalóan. Ezek voltak egyébként. Melyik volt a legmeglepőbb? Tehát, hogy a felső 10 000 szórakozási szokásai az meglepőbb volt, mint mondjuk az, hogy az idegenvezetők elmondják, hogy akkor a magyar csoportok vagy a magyarok mit csinálnak külföldön? Nekem mindegyik tudott újat mondani. És nagyon jó érzés volt, hogy a vége felé már kicsikét én is úgy gondolkodtam, hogy úgy láttam a világot, mint egy idegenvezető, mint egy taxis, és hogy átéreztem az ő mindennapi problémáikat. Úgyhogy, ami inkább azt tudom elmondani, hogy mi az, ami nehéz volt. Például a hazai milliárdosok szórakozási szokásaiba belelátni pokolian nehéz volt, mert senki sem akart velem szóba állni. Jó, de melyik oldalról közelítetted meg? Tehát, hogy elmentél egy szórakozó helyre, és akkor ott nem tudom, a pultostól kérdeztél volna dolgokat, vagy szerettél volna egy milliárdos, nem tudom, 20 éve. Igen, mind a két oldalról megközelíted? Mind a kettő oldalról, igen. Ez nekem fontos volt, hogy egyrészt a kiszolgáló személyzettel is beszéljek, másrészt pedig a milliárdossal is. És ugyanez volt, és ez észpokolni nehéz volt. Ott tényleg vérrel, verejtékkel próbáltam meg információhoz jutni, mert mindenki félt, és senki sem akart erről beszélni. A taxisok esetében más volt a helyzet, ott kimentem éjszaka a Drosztra, leültünk a motorháztetőre, és mindenkiből dőlt a szöveg. De nyilván ott is meg kellett találni azokat, akinek az autójába szült egy nő, akinek az autójába állami nagyságokat fuvarozott. Uh-huh. Tehát azért mégiscsak elő kellett halálni. Nagy volt a szórás, és igen, a megfelelő sztori kellettek. Azért nem értem én ezt az egészet, pontosabban értem, csak furi, mert hogyha én elmegyek például szórakozni a cimboráimmal, a barátaimmal, én mondjuk nem vagyok milliárdos, akkor leülünk, megiszunk egy-két italt, hívunk egy taxit, és elmegyünk haza. Lehet, hogy előtte még eszünk valamit az első gyroszosnál, vagy valahol. Tehát, hogy igazából nem tudom, hogy történik, vagy kikkel történnek az események. Egy viszonylag szűk körről, és őket azért az éjszakában már ismerik is. Ha. Tehát azok, akik képesek 1, 3, 6, 8, nem már kevés van, millió forintot elkölteni egyetlen egy este, adott esetben egy szórakozó helyen. Parancsolsz még egyszer? Igen. Tehát 1-től 8-ig? Igen. Millióban? Millióban. Egy szórakozó helyen? Akár, vagy mire? Egy este alatt. De mire? Italra, jatra, egyéb szolgáltatásokra. Simán. Össze lehet hozni. Hát ott, amikor asztalfoglalás 200 000 forintnál kezdődik, és akkor még csak egy asztal van meg, és abból kell több asztal. Volt olyan milliárdos, amit picit visszautalok a hoteles történetre, aki azt mondta, hogy ő most a születést, a céges születésnapját ünnepli, és egy picit persze róla is szólt, hogy az ő nagysága, mert ő maga a cég. És ő azt akarja, hogy mind a 250 vendégének most terül-terül asztal, és mindenből a legjobb. A pénz az nem számít. Azért, amikor egy ilyen buli elindul, vagy amikor csak 3-4-en mennek, de olyanok, akik tudvalevőleg akarják és szeretik költeni a pénzt, na, ők azért tudnak ilyen cekkeket összehozni. Hát akkor ehhez még a szarvasgombás rántotta is kevés, nyilván sokkal több minden kell hozzá, hogy az ember ennyi pénzt el tudjon költeni egy este. Megírtad ezeket a könyveket, amiket megírtál, ugye a taxisok világában kalandoztál, az éjszakai élet világában kalandoztál, a repülőgépi személyzet, vagy a repülési személyzet világában kalandoztál, meg az idegenvezetők világában, a luxus hotelek világában. Mi a következő, vagy lesz következő, vagy most már mindenki van merítve? Kimérítve soha nincsen. Én most a hazai gasztronómiában szeretnék egy kicsit körbenézni, és felülni erre a mostani boomra, ami a vendéglátás terén kialakult, és a felső kategóriai éttermek, illetve a trendibb éttermek, megnézni azt, hogy mi zajlik a konyhában, mi zajlik a vendégtérben,
ennek az iparnak a kulisszatitkaiba beleesni. De kb. Ugyanaz egyébként mindegyik. Tehát, hogy amit a gasztróban megkaphatsz, nyilván ugyanaz történik, gondolom én, a szórakozó helyeken, ahol sok-sok millió forintot ott hagynak bizonyos emberek egy éjszaka alatt. Tehát, hogy ugyanaz van, csak pepitában. Ott nem inni mennek, meg akármi más csinálni, hanem enni mennek. Hasonlóságok vannak, de Budapest többek között azért is csodás, mert újra és újra termel következő történeteket, és azért mindig más aspektusból nézem meg ezeket a világokat. Aki a gasztró trendekben most érdekelt, azért az másként gondolkozik, mint mondjuk egy multinacionális szálloda láncnak a középmenedzsere. Ez most még csak ötlet szinten van meg, hogy akkor belemerülsz a gasztróba, vagy már megvannak a megfelelő emberek. Benne vagyok már mélyében. Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba, kellemes további szép napot neked. Ennyi volt már a Slágerkult, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en Kordos Szabolcs író és újságíróval. Az elmúlt egy órában Szani Rolandot hallották. Kezét csokolom, viszontlátásra, viszonthallásra.